Köszöntöm Önöket, ez itt a Fejérvár Televízió, benne pedig meg annyi érdekes és színes program, illetve fejlesztés, beruházás, vendégem pedig nem más ma, mint Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Azért azt gondolom, hogyha december vagy év vége, akkor egy évértékelő, az mindig jól jön, illetve az ember ilyenkor kitárgyalja, megtárgyalja az elmúlt egy évnek a nehézségeit, jó dolgait, problémáit, illetve azoknak a megoldásait. Hát most sem lesz ez másképp, nagyon színes lesz a mai repertoár Földi Zoltánnal. Talán kezdjük a történet legelején, amikor is ugye tavaly ősszel, az őszi hónapokban a Felsővárosi Közösségi Ház is megújult a város részben. Induljunk talán innen, ettől a beruházástól. Így van. Hát a Felsővárosi Művelési Házra már ráérett a felújítás szele, és végre meg is érintette, úgyhogy ennek ez nagyon örvendetes. És az tulajdonképpen ez a beruházás azt rejti, vagy azt tartalmazza, hogy megújult egészen a színpad padozata, ha így pontosan megfogalmazva, és ezen kívül pedig ez a belső nagy terem, ami már tulajdonképpen a mai léptékkel nézve inkább egy kisebb teremnek számítana már a városunkban, de azért abban az időben egy hatalmas nagy színházteremet jelentett, de ez is teljesen megújult, új vakolatot kapott, tehát teljesen téglaszent szintig le lett verve a régi vakolat, és kapott egy szigetelést, aztán pedig egy nagyon elegáns festést. Megújult a villamossági része is magának a háznak, tehát ez is nagyon szép és nagyon exkluzív lett, és azon kívül pedig, hogy tánccsoportok is járnak ide, az északi falon található tükör új lett, tehát ez is lekerült, és egy teljesen nagyobb, jóval nagyobb felület, három részből tevődik össze ez a tükör, úgyhogy a táncosok nagy örömére tényleg tudják itt a mindennapi, illetve az egész héten tartó próbáikat tartani. És ezen kívül pedig még a művelődési ház önmaga is egy kicsit e-motiváció kapcsán az illemhegyeket is rendbe tette a folyosón, illetve ezek után még magát a folyosót is teljesen újra vakoltuk és újra festettük. Úgyhogy most azt mondom, hogy ez a 120 éves ház tényleg impozáns és nagyon elegáns lett. Köszönöm minden képviselőtársamnak is, hogy ebben segítettek, és hogy ezt még a pótköltségvetés kapcsán, ha így fogalmazhatok, ezt megszavaztuk, és akkor ez a majdnem 14 millió forintos keretösszeg egy kicsit megújította a házat. Nem szeretnék előre szaladni, mert évértékelőt tartunk, de a jövőjében természetesen a művelési háznak a kis kerthelyiségével is szeretnék foglalkozni, és mindenképpen vannak elképzeléseink, amiket már igazgatóasszonnyal átbeszéltünk, hogy a következő években még erre mindenképpen sort szeretnék keríteni, de jöjjön az évértékelés. Hát azért ez nagyon fontos, amiről most beszéltünk, hiszen mondhatjuk, hogy Felsővárosnak a Felsővárosi Közösségi Ház az egy hatalmas nagy színfoltja, tehát ott azért tényleg rengeteg rendezvény van, és egy közösség kovácsolódik. Valóban így van, tényleg nagyon sok rendezvény van, nagyon sok program van, tehát a generációk itt felvonultatják magukat, akár az ovisok, vagy akár jó magunk intézmény szinten az iskolások, de bátran mondhatom a templom utáni kalott legényeket is. Ezek a legények a maguk fiatalságával, közel 80 évével, én azt gondolom, hogy minden vasárnapot találkoznak, és én ezt bátran mondhatom a szó klasszikus értelmében, hogy minden sátoros ünnepen ott vannak és megmutatják magukat. Tehát tényleg egy közösség élet színfoltja, ez a generáció még él, még velünk van, még példát mutat, hogy hogyan kell egymás elé fordulni, egymással szembehelyezkedni, olyan értelemben, hogy figyeljünk egymásra, hogy együtt ünnepeljünk, hogy együtt beszélgessünk, és hát ez tényleg azt gondolom, hogy ez a ház, ez megilleti ezt, hogy tényleg azt mondom, hogy a megfelelő harmóniában tudja fogadni az itt élőket, és legyen a közösségi szintér helye. És azért hát a közlekedők, illetve autósok vagy a gyalogosok számára is nagy különlegesség a Fecskeparti lakónegyedben megvalósuló fejlesztés, ami, hogyha jól emlékszem, akkor az pedig a mostani évnek az eleje, valahol a tavaszi hónapok környéke. Mit tapasztalatnak azok, akik arra járnak a városrészben? Hát ez egy régi ígérvény, egy nagyon picit, ha évértékelőt is tartunk, elébe kell szaladni a dolgoknak 4-5 évvel. Ezelőtt kezdődött ez az egész egyfajta koncepciális gondolkodás abban, hogy a fecskepartiak kerestek meg azokkal a kérésekkel, hogy a lépcsőház
háza környékén és az egész Kisfecskepad környékén a járdák és az utak valahogy jó lenne, ha megújulnának és egy egységes arcolatot kapnának, és ez a munka valahol ott kezdődött, és ebben az évben pedig ez változatlanul folytatódott, úgyhogy egy újabb 6 lépcsőház előtti gyalogos közlekedéshez újult meg a járda, ami egy térköves felületet kapott, és ezen kívül pedig természetesen ez magába foglalta a lábrácsokat, magába foglalta az új megépített lépcsőket, amik az autóparkolótól jöttek felfele, illetve segítették a közlekedést, a gyalogos közlekedést, és ezen kívül természetesen az idős generáció gondolva korlátok, kapaszkodók is megépültek, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon elegáns lett most már a Rigó utca. Hát a Rigó utcában már végigértünk, a Gerlében vannak tartozásaim, de olyannyira előre haladnak ebben is a gondolatok, úgyhogy tulajdonképpen már itt is beárazásra kerültek egyes munkák, úgyhogy már tényleg csak az kell, hogy a következő év költségvetése a 19-es évet tekintve szerződéskötésre kerülnek a munkálatok, és akkor itt folytatjuk a Gerle utcaiak nagy örömére. Ott mi lesz és pontosan majd a Gerlében? A Gerlében is ugyanez a munka folyamat folytatódik, lépcsőket fogunk megépíteni a gyalogos közlekedés számára, szintén kapaszkodók lennének, és a házak előtt a régi előregedett betonterületek, betonfelületek kapnának egy új térköves részt, ez a Gerle 3-at jelenti, ez egy viszonylag nagy terület, és hát ezen kívül pedig, amiben még nagyon erősen kell gondolkodni, az pedig a Fecskeparti buszforduló, kimondottan a játszótér előtti. Uh-huh. Ha talán nem minden fehérvárnak világos, hogy miről beszélek, de a fecskepartiak nagyon tudják, és ennek a buszfordulónak a felületét mindenképpen szeretnénk felújítani. Ez egy nagyon fontos feladat, és ez egy kicsit az én kis tűzoltás jelleggel is ezt már szeretném rendbetetetni. Úgyhogy a fecskepartiak azt gondolom, hogy a kéréseik mindig respektálva vannak. Ha már ugye közlekedés, hát a Királykúti lakónegyed mellett sem mehetünk el szó nélkül, itt is történtek fejlesztések az évben. Így van, Felsővárosban két lakótelep van, és amikor végzünk a lakótelepekkel, akkor a Kertvárosi utcákra is tulajdonképpen rátérhetünk. A másik lakótelep a Királykút lakónegyed, így van, tehát itt is megújult, ugye még az előző évben elindult ez a belső nagyobb felújítása, és ezek után pedig ugye nagyon sokan kérték azt a lakók között, hogy tulajdonképpen a parkoló helyeken voltak a szeméttárolók, ketreces szeméttárolók, és ezeknek az áthelyezésére sor került. Kisebb-nagyobb vihart ez azért okozott, mert itt a belső területen sajnos egy előregedett nyárfa kivágásra került. Nem mindenki örömére vágtuk ki ezt a nyárfát. Én megértem e beszélgetésben is azt üzenem, vagy azt tudom tolmácsolni, hogy megértem a kedves lakókat, de van ott egy gyönyörű platánfa, amely biztosra veszem azt. Aféle falusi parasz gyerekként mondhatom, mert azért a növényekhez ilyen mértékben értek, hogy ez a platánfa gyönyörű lombkoronát fog nevelni. Én azt gondolom, hogy egy-két év türelemmel ez a fa gyönyörűen be fogja ott nőni a környezetét, és egy kicsit talán feletteti ezt a fahalált, amit ez a nyárfa kivágása okozott. Azonban ettől függetlenül, hogy elhelyezésre, azt gondolom, hogy most már tényleg kulturáltan kerültek elhelyezésre a ketrecek a szeméttárolókkal, plusz 12 autónak tudtuk ebben a parkolóban kulturált parkolási lehetőséget biztosítani, és még egyet szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a nyárfa helyett 2 darab fát márciusban ültetni fogunk, képviselői keret terhére, a 19-es év terhére, hogy ezt a fát is pótoljuk. Ami pedig most látszik a Berényi út felújításnál, újabb favágásokra került sor, sajnálom, de megint csak fahaláról kell beszámolnom, de ez a régi öreg nyárfa sor került kivágásra. Rendkívül balesetveszélyesek voltak, és sajnos az a föld feletti kis átmérőben elkezdett rothadni és korhadni a törzsük, és ezeket mindenképpen vágni kellett, és egy gyönyörű ostoros fa sor került elültetésre, amelyek talán nem lesznek olyan hatalmasak, nem lesznek olyan balesetveszélyesek, de rendkívül szépek lesznek. Én azt gondolom, egy-két éven belül már élvezhetőek lesznek ezeknek a fáknak a szépsége, árnyéka, kellemessége. S ha már ugye vitákról beszéltünk az előbb, néhány mondattal ezelőtt, ugye itt a magániskolák előtti terület is egy kisebb vitát váltott ki a lakók, illetve a szülők tekintetében. Mi a helyzet most pontosan már is mondom, hogy melyik szakaszon, ugye egy új útszakasz és parkoló is épült ugye a Felsővárosban. Melyik óvodáról is van itt szó pontosan, és hogyan orvosolták aztán a problémát, mert hát mára aztán ez ugye már megoldódni látszik. Így van, hát mi emberek közösségben élünk, és azt gondolom, hogy az emberi közösségekben, kisebb-nagyobb közösségben mindig kialakulnak viták, ezek nyilván valamilyen érdekből, vagy érdek nem egyeztetésből alakulnak ki, és azt gondolom, hogy egy közösségi
szemléletmódban gondolkodó embernek, vagy egy közösségi feladatokkal megbízott embernek az a feladata, hogy minden területen legalábbis a harmóniát megteremtse, és ezzel én sem vagyok másképp, ez a feladat rám is vár. Ezért aztán úgy gondoltam, hogy az a hosszú évek óta tartó vitának elébe kellene mennie, és megoldjuk az Óvoda utcai óvodának és magániskolának, ugye ez egy intézmény, egy magánintézmény problematikáját, illetve főleg itt a szülőknek a problémáját, mert nagyon nehezen tudtak megállni a gyermeküket, amikor vitték az óvodába, iskolába, vagy amikor éppen elhozták, és sok esetben magánporták előtt parkoltak, és sok esetben pedig a magánlakók, illetve a tulajdonosok nem tudtak kiállni a saját ingatlanukról, vagy éppen nem tudtak beállni. Ebből adódtak a viták és a problémák, amelyben megint csak azt mondom, polgármester úr, nagyon köszönöm a segítséget, hogy a tavalyi lakossági fórumon elindulhatott a közös gondolkodás, és idestova most 18 november végére megszületett az eredmény, ami azt jelenti, hogy az izraelita temető előtt és a magániskola közötti szakaszon 27 parkoló került megépítésre, és jelen pillanatban pedig egy nagyon elegáns úton lehet a Berényi útról lejönni, itt leparkolni, egy gyermeket bekísérni, bevinni akár az óvodába és az iskolába, majd pedig a felsőváros irányába távozni, vagy éppen vissza lehet kanyarodni értelemszerűen a Berényi útra. Nagyon remélem, hogy akkor innétől kezdődően mindenki segítőkezet nyújt majd egymásnak, akár a magánlakókra gondolok, a tulajdonosokra, akár pedig az iskolába jövő szülőkre, és akkor talán nem lesznek már olyan problémák, hogy a magánporták előtt parkolnak. Én remélem, hogy ezzel most segítséget tudtunk nyújtani mindenkinek, és akkor elcsitulnak a viszályok, vagy a keresetlen szavak talán nem fognak elcsattanni sem reggelente, sem délutánonként. Hát ez egy komoly 28 millió forintos beruházás volt, de azt gondolom, hogy ahonnan indultunk, és visszagondolok a 8 évvel ezelőtti gondnoki házra, aminek be volt szakadva a teteje, tele volt hordva szeméttel ez a terület. Én azt gondolom, hogy izmos évek után és dolgos évek után végre sikerült elérni és elnyerni ezt az állapotot. Remélem mindenkinek megelégedésére fog szolgálni. De hát aztán van ennél még színesebb is, mondhatjuk talán így, ha ő is nem túlzok azzal, hogyha óvoda, akkor képes program. Itt is azért van bőven mesélni való, milyen megújulást tapasztalhatnak az édesanyák, édesapák és hát a gyerekek egyaránt, és pontosan hol. Így van, köszönöm szépen. Hát képviselőként nyilvánvalóan területi képviselőként az önkormányzati intézményekre is fókuszálni kell, és az ő életüket, a mindennapjaikat is működésben segíteni kell. Ez itt sincs másképp Felsővároson sem. Hát azt majd közel 130 éves óvodánk van, ugye? És a 130 éves óvodának a felújítása is valóban most már 3 évvel ezelőtt ide nyúlik vissza, de évértékelés van is, ami ebben az évben készült el, az tulajdonképpen a tetőszerkezet, és egy héjcsere került kialakításra, azaz új, a régi palattető lekerült, és egy új cseréptető került fel, illetve maga a tetőlécezés. A gerendák viszonylagosan, ha jól tudom, bár nem vagyok műszakilag teljes mértékben mindennel tisztában, de azért azt tudom, hogy a lécezés és a tetőfák, egy bizony tető elemek egy része, a faanyag egy része cserére került. Ez egy 55 millió forintos keretösszeg volt. Most gyönyörű, most impozáns, most nem ázik be az óvodai dolgozók nagy megelégedésére, és azt gondolom a szülők nagy megelégedésére. Nagyon szépen alakul az óvi, kész a tető, kész a földszinti állapot, kész vannak a belső terek, kész a külső homlokzat, vakolat. Szomorúan jegyzem meg zárójelesen, bár nem lehetünk elégedetlenek, én azt gondolom, de még van egy elem, ami ránk vár, ez a pince és a szennyvíz. A következő években ezt is még rendbe kell tenni, de hát írd és mond, egy 130 éves épületről beszélünk. Na persze ez a szennyvíz azért nem 130 éves, ezt be kell látni, de bizony ennek is van már egy 40-50 éves kora, úgyhogy ez majd a következő évben kell, hogy megvalósuljon, következő években, és én azt gondolom, hogy akkor bezárulhat a kör. Az óvoda udvara pedig most az idei évben a felújítást a képes programnak köszönheti, közel 22 millió forintos keretösszegben. Megújult az óvodaudvar, sok játszóház, játszó alkalmatosság, homokozó pavilontól kezdődően egészen a kicsi ugráló elemekig, a rekordtán burkolatig sok minden megújult. Én azt gondolom, hogy ez az óvisoknak a legnagyobb öröm, a piciknek a legnagyobb öröm, de a szülők megelégedése is, és a szülői visszhangok is úgy jönnek az óvodai dolgozóktól, az óvónőktől és vezető óvónőtől, igazgatóasszonytól, hogy mindenkinek nagy megelégedésére szól, hogy az óvi most tényleg évről évre mindig valami újdonsággal, valami szépséggel jelenül meg.
és belül természetesen még a képviselőkeretben egy újabb óvodai csoportnak a vizes blokját, mosdóját, csaptelepeit szintén cseréje megtörtént, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden téren olyan vérfrissítést kap az OVI, hogy az valami pompázatos. Volt más szerepe az intézménynek a képes programban, vagy hányadik alkalommal ezt részt? Jelenesül az én képviselői időszakom alatt most az első. Most az első. De természetesen ezt a városban és a képviselőtestület rendkívül jól átgondolja, és tulajdonképpen minden városrészben lévő óvodai intézményt elér a képes program, mindenkinek nagy segítségére van, tehát itt azt gondolom, hogy senki a másik kárára vagy előnyére nem élvez különösebben kivételezést. Én azt gondolom, hogy minden OVI ezt megkapja, és ezt minden OVI tulajdonképpen ezt a jó tettet tulajdonképpen saját maga hasznára tudja megvalósítani. Aztán csapadékvízelvezetési rendszer, itt is történtek felújítások Felsővároson. Melyek ezek? Mit tapasztalhatnak az itt élők? A csapadékvíz esetében, hát itt ennek több apró eleme is van, amelyet hát úgy kell megfogalmaznom, hogy azért egy elég viharvert állapotot éltünk meg szintén itt különböző viták kapcsán. Ugye ezt tudjuk, hogy a főgerinc, amely most tulajdonképpen rákapcsolódott a csapadékvíz hálózatra, ez az A00-as csapadékvízelvezetés, ami a Kertalja utcában valósult meg, és akkor onnét erre az A05-ös, ami tulajdonképpen, itt nagyon nem akarok a nézőknek számokkal dobározni, mert hát nagyon nem is tudnák elképzelni a kedves nézők, hogy miről is beszélek, de itt akkor így lefordítva a Csutora utcai csapadékvízelvezetésről, amely aztán majd össze lesz kötve a Berényi út főgerincével. Itt ez több lakossági fórum előzte meg, és hát több nem tetsző vélemény is körbelengte, pedig nagyon nagy segítségére volt azt gondolom a lakosságnak mindenkor, minden esetben a műszaki csapat, aki ezt tulajdonképpen koordinálta és vezette. Én azt gondolom, hogy most már így utólag, mert közben azért nyilvánvalóan voltak érdekes felvetések, amikor még nem úgy ment el a víz, nem úgy szivárgott el a víz, de mindig azt mondtuk a kedves lakóknak, hogy egy munkaterületen sétálunk, egy munkaterületen tartózkodunk, és biztos, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor ez a víz kiválóan elvezetődik, mert ugye a probléma onnét indult, hogy a Csutora utcában gyönyörű árnyas fák voltak, és volt egy vízelvezető árok, egy földárok, amelyben nyilvánvalóan a víz egy bizonyos ideig pangott, majd elszivárgott. A jó régi öregek ezt jól kitalálták, hogy miért van a földárokra szükség, nyilvánvalóan, és nincs új a nap alatt, nem biztos, hogy a ma embere mindig mindent olyan kiválóan ki tud találni, amit a régi öregek már régen tudtak. De ugye ezekre a földárok területére mindenképpen szükség volt, mert meg kellett építeni a vízelvezető rendszert, és ez tulajdonképpen kiváltotta ezt az árkot, illetve ennek az áraknak a helyére került. Mondhatjuk, hogy talán akkor nem is csak a város részben, hanem valójában az egész városban. Ez egy nagyon fontos beruházás. Így van, ez egy nagyon fontos, pontosan, így van, mert minden mindennel összefügg, főleg egy csapadékvízelvezetés esetében, és hát tulajdonképpen nagyon sok szkeptikus ember volt akkor ebben az utcában. Először is nagyon sajnálták, hogy a fák kivágásra kerültek, de sajnos éppen rosszkor rossz helyen voltak ezek a szegény fák, kár értük, tényleg azt mondom, de sajnos bizonyos beruházások, kvázi úgy fogalmazok, véráldozatok nélkül nem tudnak működni, nem tudnak megvalósulni, úgyhogy erre szükség volt, hogy ezek a favágások megtörténjenek, majd pedig mondom, ez az árok helyére a csapadékvízelvezetés gerince megépült, és ezen kívül pedig egy réncsövezés is még elkészült, amely még az egyfajta felszíni vizet elvezetett, illetve elnyelt, és tulajdonképpen ezáltal elvezetésre került. Most azt mondom, hogy a Csutora utcában végig lehet sétálni, a legnagyobb esők után is, és azt mondom, hogy lehet látni azt, hogy a területen a víz elvezetődik, és a felszíni vizek most már nincsenek. A fák pótolva lettek, ugyanezek a fák még kicsik, picik, parányiak, én ezt megértem, de én azt gondolom, hogy egy pár év után ezek a fák is majd megerednek, iperednek, és akkor tényleg megfelelő lombkoronát növelnek az árnyéknak, vagy éppen akár a szépségnek, a vizualitásnak megfelelően. Ebben egy nagyon pici türelem azért kell a lakosságtól. Az út kapott egy kopó réteget, és azt gondolom, hogy két oldalról kapott egy kis felmurvázását, megkapta ennek ez az utca. Természetesen most nem volt benne a beruházásban az, hogy itt útépítés történjen, de én azt gondolom, hogy aki most a Csutora utcában végig sétál, azért úgy érzem, hogy rendezett állapotokat találhat.
A jövőben mi vár még Felsővárosra, illetve az ott élők? Egyetlen egy dologban szeretném még kiegészíteni, amire nem fókuszáltunk, ezt azért el szeretném mondani, ami nagyon fontos, hogy az Oncsa telepen, ami azt jelenti, az Orgona utcában és a Hajnal utcában, mindkét utcában közel 650-680 folyóméter hosszúságban vadonatúj járdák épültek ezen a nyáron, és a lakosság megelégedésére. Természetesen nem mondom, hogy nem voltak viták itt is, amikor nyilvánvalóan a régi járda bontásra került, akkor itt-ott azért egy-egy kerítésnek az eleme, valamilyen szerkezete egy kicsit lehet, hogy sérült, de minden esetben a kivitelezőt arra kértem, hogy mindenkivel vegye fel a kapcsolatot, mindenki egyéni kérését és problémáját legyen kedves respektálni, és legyen kedves valahogy megelégedésére szolgáljon a megoldás. Ezt minden esetben én úgy érzem, hogy ez megtörtént. Egyetlen utcában vagyok még adós e program kapcsán, ez az Agyag utcaiak. E lehetőségen keresztül is üzenem, bár már itt is túl vagyunk a 3.-4. utcafórumon, hogy el fog készülni az utca járdája. A nyáron ennek a munkának neki is álltunk volna, de akkor az Agyag utcaiak nem igazán tudtuk együttesen eldönteni, hogy vízelvezetésre vagy esetleg járdaiépítésre szeretnénk felhasználni ezt a keretösszeget. Végül is úgy döntöttünk most az őszön, hogy mégiscsak járda legyen. De ha egyszer fog egyébként, akkor befejezni. Igen, de ha egyszer egy területről a mesterember elvonul, és a kivitelező elvonul, és újabb munkákat sorol rangsorban előrevesz, akkor nagyon nehéz visszahozni egy csapatot, egy kivitelezőt, egy vállalkozót. Hát ez sajnos most is így történt. Ez egy öreg Dakota mondásként. Úgyhogy ők elvonultak, és sajnos nem tudtak visszajönni. Két másik feladatnak kell a városban eleget tenniük. De ígéretükhöz híven 19-ben, ahogy az időjárás engedi, azonnal megjelennek, és a megbeszéltek alapján, ahogy most legutóbb novemberben az utcafórumon elhangzott, a járda megépítésre kerül. Nem fog elveszni a keretösszeg, ez tökéletesen megvan, ez a szerződéskötés megtörtént, csak hogy mindenkit megnyugtassak az Agyag utcában, úgyhogy szép impozáns járdája lesz az Agyag utcaiaknak. Úgyhogy ez volt még egy nagyobb volumenű munkafolyamat itt Felsővárosban. Lesz még ilyen vagy hasonló jellegű fejlesztése esetleg a jövőre nézve, vagy például gondolok itt ugye útszakaszok megújulására, vagy parkolók kialakítására, milyen tervek vannak most jelenleg? Szerintem akkor lehet, hogy már be kellene a hátamon hozni a 19-es év karácsonyfáját, mert most addig tudnék mesélni, hogy mi minden várható és mi mindenki keresett meg. Természetesen azért arra nagyon figyelek, hogy vannak olyan utcák, vannak olyan lakókörnyezetek, ahova még az elmúlt, és őszinte vagyok, az elmúlt 8 évben még szinte alig-alig tudtam betenni a lábam. Ilyen például a Zámoly utca. Uh-huh. A Zámoly utcaiaknak mindenképpen ígérem, hogy mindenképpen ott meg fogok jelenni, és mindenképpen segítségükre leszek. Ott is nagy kérés és nagy kérvény az, hogy az útfelület, az autó útfelület újuljon meg. Szintén kérés a járdaszakaszok bizonyos rekonstrukciója, rendbetétele. Tehát sok elképzelés van, sok kérés van. Úgyhogy talán ebben inkább most azt mondom, hogy a bölcsek köve a zsebemben van. Talán nem is kezdek bele, mert annyi mindent kellene felsorolnom, hogy esetleg valakit kihagyok, akkor megsértődik, vagy esetleg is az adott évben nem érkeznék oda, akkor pedig talán rossz néven vennék a lakók. Mindig mindenkor elérhető vagyok, és mindig mindenkor respektálok, reflektálok dolgokra, választ adok dolgokra, próbálok mindenkinek a segítségére lenni a 19-es naptári évben is. Nyilván nagyon sok kérés érkezik a képviselő úrhoz ezeknek a fejlesztéseknek a kapcsán, illetve rengeteg terv van, de mi az, amit biztosan tud ígérni, amivel foglalkozni fognak, ami nagyon fontos, és ebben a 2019-es évben majd meg is fog valósulni. Akkor visszatérek Zámoly utcára, ezt biztosan ígérhetem, hogy a Zámoly utcaiakhoz mindenképpen visszatérek, és mindenképp pontosabban úgy visszatérek, hogy akkor itt felújításra fog sor kerülni a Zámoly utcaiak kérése kapcsán. Aztán akkor egy kicsit közintézményben is gondolkodva bátran mondhatom, hogy a 19-es naptári évben, amit már olyan régóta kérnek, közel 3 éve a felsővárosiak, a Tájház, a Kertalja utca 8-ban a Tájház felújítása most már kézzelfogható közelségben van, és el fog tudni indulni 2 szakaszban. Az egyik az a 19-es naptári évet jelenti, amikor maga az épület, az igazi parasztház mi voltában újulna meg, 20-as évben pedig a környezete és az udvara, az, ami meg, és az abban lévő csürdöngölő,
egy kicsit ilyen nyitott pajta, táncos nyitott pajta jelleggel épülne meg. Ez újabb Eres, színfolt lesz akkor. Ez egy újabb színfolt lenne, így van, tehát ez mindenképpen elkészülne és megépülne, és hát természetesen ezen kívül pedig, ami még nagyon fontos, és ami nagyon-nagyon fontos kérés, a Tompa Mihály utca. A felsővárosiaknak nagyon sok embernek a kérése, hogy a Tompa Mihály utcára kerüljenek fel gyalogátkelőhelyek, amelyek most egyáltalán nincsenek, és a közlekedés, a gyalogos közlekedés az rendkívül nehézkes, sőt, hát veszélyes, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy ide legalább 3 gyalogátkelőhelyet szeretnénk megépíteni, amelyeknek hát mind ki kell, hogy jelentsem, hogy vannak komoly költségvetési vonzatai. Tehát nagyjából ez az a, most mondjuk mondtam 3-at, amely tulajdonképpen mindenképpen el kell, hogy készüljön, amit bátran ígérhetek és biztosan ígérhetek, és ezen kívül pedig sok apró kérés még, amit már akár Fecskeparton, akár Királykútban, a Királykút esetében, vagy akár bármely kisebb-nagyobb utcában jeleztem. Mindenhol van egy kis vízelvezetés probléma, mindenhol van egy kis szociális kaszálás probléma, sok helyen van áteresz probléma, amely sok esetben a lakosság feladata, de sok esetben van olyan, amikor egy képviselőnek, egy közösségi embernek kell segítenie. Tehát azért, ha jól gondolom, jól látom, és levonva a konklúziót, akkor a jövő évben is számíthatnak az ott élők a biztonságra, tehát a biztonság fejlesztésére, illetve a korszerűsítésre 2019-es évben. Természetesen, csak nem akadt el a tű a lemezen, csak azért ehhez én annyit szeretnék zárójelesen hozzátenni, hogy egy kicsit mindenkitől ettől függetlenül azonban kérek egy kis türelmet, kérek egy olyan szintű kis figyelmet irányomba is, hogy megértem, hogy mindenkinek a saját maga problémája a legfontosabb, természetes, mi sem természetesebb ennél, emberek vagyunk, ezáltal egy kicsit önzőek is, de azt mindenképpen meg kell, hogy értse mindenki, hogy képviselőnként közel 8-10 ezer embernek ügyes-bajos dolgaival foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy a szó legnemesebb értelmében erre tettünk esküt, de ehhez olyasfajta türelem is kell irányunkba, hogy sok dologgal foglalkozunk, sok üggyel foglalkozunk, sok mindenben szeretnénk segíteni, és sok esetben, amikor elakadnak dolgok, vagy nem mennek úgy a dolgok, az nem mindig azt gondolom, hogy egy önkormányzati képviselőnek, csak az önkormányzati képviselőnek a hibája, és nem akarása, hanem azt gondolom, hogy egy ügymenetnek nagyon sok tényezője van, nagyon sok szegmense van, amelyben az önkormányzati képviselő sok esetben csak egy elem. Természetesen azért van, hogy ezeket a dolgokat megoldja, ezeket a dolgokat, ezeket a problémákat elhárítsa, de azért ezekhez napok, akár hetek is kellenek, amikor néha a választópolgárok úgy érzik, hogy nem történik semmi. Ez azonban ilyenkor szoktam mondani, hogy ez nem igaz, mert történnek a dolgok, intéződnek a dolgok, csak hát okozati következmények alapján úgy tudnak alakulni a dolgok, és úgy tudnak egy normális mederben folyni, és aztán majd célt érni, amikor az embereknek ez a megfelelő türelme is megvan, és a megfelelő partnerség is megvan. Úgyhogy én azt mondom, bátran mondhatom, így végszóként, hogy mindenki nyugodtan belecsaphat a kezembe, mert én nem fogom elengedni. A 19-es évben sem. Hát én azt hiszem, hogy minden kollégám nevében, hát ezekhez a fejlesztésekhez, közös munkához, további beruházásokhoz kívánunk mi sok sikert a Fehérvár Televízió nevében, összes kollégám nevében. Köszönöm, hogy itt volt velünk Földi Zoltán önkormányzati képviselő, és köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottak ebben a közel fél órában, de tartsanak velünk továbbra is. Szép estét, viszontlátásra!